Köszöntöm a kedves nézőket, ez a Spirituál Televízió 362. adása. Hefner Attila vagyok, és ez az adásom most egy ilyen jógázás közben, itt a jóga szőnyegemen. Nem tudom, hogy a kamera meg tudja mutatni. Igen, ügyes. Tehát gondoltam egyet, és elhatároztam, hogy rögzítem azokat a gondolatokat, meditációs benyomásokat, amelyeket kaptam. Rengeteg dolog egyszerre átcikázott a tudatomon, a lelkemben, a szívtudatomban, és ezeket gondoltam, hogy most egy kicsit csokorra veszem. Azt a címet adtam ennek a kis előadásomnak, vagy vlogomnak, hogy a légy jó kocsi hajtó. Tehát, hogy itt utalok Krisnára, ugye önök nem látják, de hogy itt vannak ilyen festmények a falon, amit a párom festett, Krisna, Buddha, Jézus, Káli, Síva, tehát eléggé vegyes, ugye a hátam mögött is van egy angyal. Rengeteg ilyen minőség vesz körül, belül is, gondolatilag is, és nem csak a festményekből. Nem vagyok bálványimádó, nem kell megijedni. És beszélgettem velük, és magammal, önvalómmal, felsőbb énemmel. És ugye az egyik legfontosabb, amit kocsihajtó, tehát, hogy nagyon fontos gondolatsor, számomra nagyon fontos, bocsánat, nem akarok senkit befolyásolni, hogy neki is ugyanaz legyen a benyomása, meg az érzése erről a dologról. Számomra nagyon fontos dolog ez ennek a megértése, hogy mi az az ego, és mi az, hogy mondjuk empata, vagy ez egy nagyon divatos, nagyon, nagyon nem szeretem egyébként is, erről is egy pár gondolatot mondanék, tehát, hogy egy pár hónappal ezelőtt, vagy akár egy évvel, vagy két évvel ezelőtt elkezdtek ezzel előjönni, ezzel az úgynevezett nárcista. Hát nagyon hasonlít a nácistához egyébként, a nácihoz, de nárcista, ugye? És az empata. Tehát két rész. Megint az, hogy vagy Fradi, vagy MTK, vagy Diós Győr, vagy Dózsa, vagy Pepsi, vagy Coca, vagy Rötöel, vagy Csiga TV. Nem. Nem ilyen egyszerű. Ezt senkit nem akarok ezzel nagyon megingatni. Ugye egyedüli ember van, akitől ezt ennek az elméletnek, édesanyámról van szó, akit nagyon becsülök, nagyon sokat tanultam vele, akitől ezt hajlandó vagyok meghallgatni, ezt a pszichopatát mondtam, látják, empata és ugye nárcista, de mindenki másnak, amikor ezt meghallom, tűs, kapcsolom ki. Mert nem azért, mert ugye valamilyen módon nem értek vele egyet, mert egy nagyon picit igaz, de sokkal több az árnyalat. Tehát ha legyél te is jó kocsihajtó, ez ugye pont az empata és a nárcista közötti arany középutat jelenti, Buddha, ugye az arany középut nagy lefektetője, csak ugye elfelejtette a maestro azt elmondani, hogy se túl feszes, se túl laza, ne legyen valami, tehát találd meg az aranymetszés, de azt ugye nem mondta, elfelejtette elmondani, hogy az hol van. Azt mindenkinek magának kell megtanulni. Így ebből következően a maga az, hogy valaki, ugye van szociopata, pszichopata, stb. Majd a lovakról is beszélek, ha már pata. Tehát, hogy nem ilyen egyszerű, nem fekete-fehér, hogy most vannak a narcisták, akik egy tükör előtt, mint a ragadozók, és várják a préda áldozataikat, az empatákat. Ugye, ahogy ezt nem akarok neveket mondani, de rengeteg ilyen TikTokos főgengszter, celeb ebből él, pszichológus, meg szociológus, meg pszichiáter,
ki tudom mondani rendesen is, csak vicceltem, tehát ilyen rájönnek arra, hogy ez nagyon megy, és akkor ezt lehet nyomni, ó, és akkor ülnek, az emberek ott ülnek, várják a következő élőt, meg a következő, majd most jól megmondja, hogy a Béla az ilyen, én empata vagyok, én áldozat vagyok, hát én nem vagyok, hát ő a beteg, a Béla, vagy ugyanígy fordítva a Mari, és akkor mondja az Eliott, tolok még a TikTokra egy ezrest, meg még egy ezrest, várom a holnapit is, mert jól egyetért velem, hogy én az áldozat vagyok, és a másik, a Béla, az meg egy gonosz, és az állandóan, hiszen ő neki ez a dolga, mert ő egy narcista. Na, ez nem így van. Erről gondoltam, hogy egy előadást érdemes tartani, már így eltett ez a másfél-két év, amióta csak csendesen figyelem az eseményeket is, a butaságokat hallom, és természetesen az okosságokat is figyelem, de most ugye az okosságokat, azokat nem emelem ki, mert hát most a feladat nem az, hogy plagizáljak másokat, tehát most nem fogom elmondani a Kassai Lajos vagy a Mónus József helyett, vagy a Bedő Imre helyett, hogy milyen a jó lovasiász, milyen a jó távlövész, milyen, tehát ezeket ők tudják, én ehhez értek, és ezzel foglalkozom. Mivel ides tova 57 éves vagyok, 30 éve. Szóval jógával is foglalkozom, mondhatom, hogy jógi vagyok, ugye a jógát gyakorló személy. Nem azt mondtam, hogy guru, jógát gyakorló személy. Éppen itt vagyok a jóga szőnyegemen, 30 éve használom a Rádzsa jogának, ugye Krik Józsefnek vagyok a tanítványa, aki már nem él, a YouTube-on fent van Krik József, így van írva, be fogom linkelni, ő tanított, ő vezetett be. Azon kívül ugye Reiki, nem mondom, hogy mester, Reikivel is tanító is vagyok, és kézrátétel, és minden, és sámán dob, hangterapeuta, akkor meditációs tréner, bár nevezzenek, ahogy én úgy nevezem magamat, hogy hangsebész, hanggal gyógyítok és hangot vágok számítógépen vagy egyéb eszközökön. Nem túl nagyképű, úgy gondolom. Gyógyításban segítek, akkor így mondom. A sebész is ugye segít a betegnek meggyógyulni. Na, szóval azt mondom, hogy miért mondom ezt a légy jó fogadhajtó történetet, hiszen ismerjük Krishna és Arjuna történetét. Alap sztori, ugye a Krishna, mint a legfelsőbb isteni megnyilvánulás, tanítja az Arjunát arra, hogy a Bhagavad Gita-ban, hogy mi a helyes és mi a nem helyes. És ő ugye egy jelképes csatában, ami tulajdonképpen a kollektív tudattalamban zajlik, és a valóságban is ugye megtörtént ez a csata, tudomásom szerint, tanítja a legjobb harcost, hogy a leghatékonyabb, és mi az, ami helyes, és mi az, ami nem helytelen, mint kocsit hajtó, fogadhajtó. És akkor most, ez hogy jön ide az ego, és hogy jön ide az empata, meg a pszichopata kérdés, úgy, hogy tulajdonképpen, amikor azt mondjuk, hogy bocsánat, nem pszichopata, mindig elnézést kérek a narcista hajlamú emberektől, a narcista és az empata jó, tehát ez javítok így akkor. Tehát, mert honnantól számít valaki narcistának, és onnantól empatának. Honnantól ragadozó, honnantól áldozat. Jó, ahogy egyszerűsítve, hogy már más is ezt így megszokta. Na most, hogy jön ide akkor a fogadhajtó? Hát úgy, hogy tulajdonképpen itt az egóról van szó. Ugye van a lélek, ami a középpont, mondhatjuk, a lélek, az atma, a béke otthona, a szív csakra, és akkor ugye van az agyaló, az ego, de tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a napfonat, a akarat, az enyém,
add ide, elveszem, tehát a személyiség csakra, ugye, és ugye van a test. Ez a legjobban leegyszerűsítettem, ugye nem mondom a csakrarendszereket, rengeteg előadást tartottam ebből, bármikor rá lehet keresni a freebook.hu oldalon, például a közösségünkben, az Őstitkaink filmekben részletesen is beszámolok. De itt most nagyon fontos, hogy a ló a maga, az ego, és az se nem rossz, és se nem jó. A fogadhajtó, ugye a lélek, és a kocsi, a szekér, vagy a hintó, pedig a test. És nem mindegy, hogy kivezeti azt a bizonyos fogatot, bekormányozhatja a gödörbe, az árokba, tévútra viheti, a ló az se nem rossz, se nem jó, és erre tanít minket Krisna, hogy tudjuk ezt az egész dolgot átvitt értelemben, az életünkben is alkalmazni. És ezért mondom, és ezért fontos az, hogy valaki nem vagy empata, és vagy narcisztikus, hanem különböző stádiumok vagy stációk vannak, és olykor életén belül is változik. Például az aszcendens változás, ugye a karmaváltás 37-40 évkor közötti időpontban teljesen új személyiséget tud produkálni valaki, és adott kapcsolaton belül is ez oda-vissza játszódik, ám ez nem olyan dolog, hogy egy 20-30 éves kapcsolatnál van úgy, hogy eljátsza egy darabig az áldozatot, aztán utána váltás van. Kap egy jó munkahelyet, rengeteget keres, akkor átveszi a vezetést, és mindegy, hogy a férfi vagy a nőről beszélek. Tehát nagyon, nagyon fontos, és senkit nem akarok a hitében megzavarni, de én ezzel tényleg most ebben az életemben, tényleg 30 éve biztos, hogy foglalkozom. Egyébként jóval régebben, hiszen akkor 27 éves voltam, és én már 10 éves koromtól kezdve bújom az evangéliumot. Tehát nagyon fontos, hogy én Jézusnak csecsén nőttem fel, tehát a négy evangéliumnak az alap elején, ugye az alap tanításain. Tehát mondhatom azt, hogy 40 éve ezzel foglalkozom, és egész jól tudom, tehát egészen biztosan jól tudom, hogy nincs vagy, és van. Is van, ugye? Tehát nem bontjuk át duálisra szét a dolgokat, hanem poláris, tehát a mágnes elv, ugye a piros és kék, a pozitív és negatív, most bárki elvágja középen, akkor nem lesz belőle piros és kék alap történet, hanem lesz egy félmágnes, ami megint piros és kék, lesz egy másik félmágnes, ami megint piros és kék. Ha megint elvágjak, akkor megint piros és kék lesz. Soha nem lesz piros vagy kék. Ez alap. Ugye ezt nem kell különösebben atomfizikusnak lenni. Ezt mindenki gyerekkora óta ugye el tudja képzelni, megtapasztalta, játszottunk mágnesekkel, tehát tudjuk. Innentől kezdve a jó kocsihajtó az oda tudja vezetni az egón segítségével, ugye egó segítség nélkül nincsen közlekedés, nincs mozgás. Csak áll a szekér, és ül rajta, mint a moziban az ember, az semmi. Nem, nincs ló. A ló nélkül nem megy a szekér. A ló az nem rossz és nem jó. Rengeteget dolgoztam lovak között. Nem vagyok lovas ember, de ugye rengeteget dolgoztam, mint zenész, lovasiászok mellett. Láttam rengeteg lovas balesetet, közelről, közvetlenül lovasiászokkal, fogadhajtó versenyen. Gyermekkoromban, kamaszkoromban, de dolgom van ezzel, ez egy tanítás. Tehát üldöztem már úgy egy megvadult, elszabadult, tehát megvadultnak hívják. Megijedt, megriadt lovat, ami
behúzott kézifékkel, ugye, egy ilyen muraközi ló, megijedt, a gazda bement a kocsmába, felnyomotta, amit kellett, és közben valami robbanás volt valahol is, a ló meg, be volt húzva a kézifék, megijedt, az neki szaladt, rohant, vitte a szekeret. Szerencsére az orrom előtt történt mindez, a játszótérre beszaladt, és egy vas hintát, egy ilyen szocreál piros kékre festett ilyen lipityókat ismerik az öregebbek, abba bele szaladt, és nem volt ott egy gyerek sem, a homokozóba sehol, és a szekérrel együtt bele szaladt a vasba, elgörbítette a vasnak az a tipikus, ez a gázcső vastagságú ilyen vas keretet. Szegény ugye, hát nem pusztult el azonnal, de el kellett altatni, tehát fejbe kellett lőni, bocsánat. A rendőrök lőtték fejbe, mert olyan sérüléseket kapott. És szóval volt olyan, hogy rohantam a szintén egy ilyen kint hagyott a kocsmából, kint hagyta, megriadt, és akkor árkombokon, autóval ment, volt akkor egy Subaru kombim, 100 éves is, mentem utána, sikerült megállítani, már lelassult, ugye, megfogtam, segítettek ott többen, sikerült elé leszorítani, aztán többen segítettek, és akkor megnyugtattuk, és akkor a gazda megérkezett. Rengeteg ilyet láttam, és ez azt jelenti, ugye tudjuk például, ha már nem is a ló, hanem például beszélünk a bivajról, hogy a bivaj is olyan, hogy bivajjal is húztak régen, ilyen nem ökrös szekeret, hanem bivaj húzta szekeret, de az annyira csökönyös állat, hogy egy ilyen négy bivaj meglát egy ilyen sár tengert valahol az erdőbe, és szót fogadnak ők a hajtónak, de ha úgy gondolják, hogy most ott van a sár, akkor megfürdünk, akkor azt csinál a paraszt ember, amit akar. Ők bemennek szekerestül, mindenestül, árkombokron a pocsolyába fürdeni. A lovak is hasonlóak, és az emberi ego is. Tehát nagyon-nagyon kell tudni, és ez volt a hasonlat, hogy ló nélkül, motor, ugye mond Tesla autó. Tesla autó, ha nagyon hasonló, vagy az elektromos, főleg a Tesla, soha nem szeretnék Tesla autót, ez itt a reklámhelye. Ha lenne, akkor is fognám és kikapcsolnám az összes automatikát, vélhetőleg nem is működne, mert én szeretném vezetni az autót, és nem szeretném azt, hogyha az autó vagy a ló csinálná, amit nekem kell. Tehát ez az életünkben is így van, és ezért mondom, hogy tehát értik, úgy gondolom, hogy láttak már önök is ilyen megbokrosodott lovat sokan, és láttak már ilyen akciófilmeket, meg ilyen skifit, meg ilyen modernkori dolgot, amikor megbolondulnak az elektromos eszközök, a navigációs tönkre megy, és a Tesla autó, és ugye hallottunk be a vége, összetörik, és baleset is, és úgy hallottunk ilyet is, ugye, hogy elromlott a navigációs rendszer az autópályán is, baleset is, 100 dolog. Veszélyes dolog a mozgás, a közlekedés. Folyamatosan tanuljuk ezt a szakmát, és nem igaz az, hogy nincs rá szükség. Az egóra szükség van. Sok-sok esetben ugye szüksége van annak az úgynevezett empatának, az áldozatnak, aki szeret ebben a én nem csináltam semmit, kérem, én csak úgy itt vagyok. Szüksége van arra, hogy valaki azt mondja neki mondjuk egy ilyen csernus doktor szerint, te nagyon buta vagy, te hagyd abba ezt, te ide menjél, te oda menjél, te fejezd be ezt, te buta vagy, ez nem fog, és akkor ez sok embernek, és sok állatnak, és sok helyzetnek, sok lónak, bocsánat, irányításra van szüksége. Nagyon-nagyon jó az, amikor már ott tartunk, hogy arról beszélhetünk, hogy bennem van a lélek, az ego, az akarat és a test együtt tud működni, tehát a kocsi hajtó mondjuk Krishna, mert ráhangolódok, az ő tanításai, és helyes úton járok.
Ha Jézus a kocsi hajtó, akkor is helyes úton járok, ha megfelelően értelmezem a tanításait. Azért guvad a szememben, nézem, hogy hány percnél tartok, 20 perc, jó, sietek, bocs. Kaptam egy tanácsot, hogy rövidebb műsorokat csinálják, ezért gyorsabban beszélek és kapkodok, de nem hiszek ebben sem. Ugyanis én a mai délelőtt például megnéztem egy jogázás előtt egy Hobóról, Földes Lászlóról egy portrét, egy ilyen színházi vagy ilyen művházas dolgot. Másfél órát is nem tudtam ott hagyni. Utána megnéztem rögtön a ebből fakadóba van a német Lojzi vagy német Alajos, ugye a Bikini Együttesnek a most a Artisiusnak a igazgatója vagy vezetője, egyesület elnöke vagy mit tudom én, vele és egy riporterrel az egyik már elhunyt zenésszel, basszusgitáros, Hobó, direkt nem akarom a nevét sem mondani, akit megvádoltak azzal, hogy a csajokat molesztálta a kőbányai zeneiskolába. Én is személyesen is ismerem, hiszen én is öreg rocker vagyok, és zenéltünk már együtt a rock gödörben, vagy sörgödörben, Miskolcon, Beatrice zenekarban zenéltem, tehát tényleg 38 éve benne vagyok a szakmában, mint zeneszerző, mint rockgitáros, dobos, basszusgitáros, és rengeteg hangszeren játszó ember, és nagyon-nagyon-nagyon eltöltöttem 2 órát ezzel. Tehát nem igaz az, hogy 5 perc. Tehát nem igaz az, hogy egy ember ma 5 percet képes. Tehát akkor ne nézze. Én nem, én, hát most vagyok 22-nél, igyekszem még 10 percen belül befejezni, tehát 5 perc alatt csak, hogyha felolvasok valamit esetleg, de hát az a bekezdés, ugye? Tehát a gyerek, ugye 100-szor elmondtam már ezt is, 6 gyermekes apaként, most is suliból várom, hogy jöjjenek haza, 3 óra van. Reggel 5:30-kor kelnek, mennek a busszal a suliba, majdnem 1 óra, míg beérnek, és 9x45 percet végig ülnek, és a tanár mondja a vakert is, és 8, 10, 12, 14 éves, 16, 18 éves gyerekek, kamaszok, fiatalok, képesek 9 órát vagy 8 órát végigülni, akkor nekem nem mondja senki, hogy nem tud csak egy 5 perces videót végignézni, akkor ne nézze. Tehát akkor vagy nézze. Tehát akkor keressen akkor csak 5 perces vagy 8 perces. Én igyekszem tömör lenni, igyekszem úgy csinálni, hogy legyen benne zene, háttér, videó, mozgás, minőség, hangminőség, tartalom, de nem vagyok hajlandó. Tehát hozzám alkalmazkodjon a világ, vagy a néző, vagy a követő, és hogyha nem tetszem, akkor nem kell követni. Hát ennyi. És ez nem egó, hanem ugye az egészséges egó. Mert erről tartok most ugyanis előadást. Az egó, az a legtöbb tanítás szerint általában egy ilyen negatív valami. De hát anélkül ugye A pontból B pontba nem juthatnánk el. Nem lenne mozgás. Mert szemléltető dolog ez a ló kérdés. Tehát, hogy van vakló, van vakmerő ló, van kiszolgált, ugye lepukkant ló, ugye van csődör, van herélt, van mindenféle ló van. Önmagában a ló az nem rossz és nem jó. A motor, az erő, az erőgép, ami ugye a személyiség, a napfonat csakrából vezéreli az akarat, az én, az enyém. Tehát kell, hogy legyen egy egészséges egója az embernek a megnyilvánuláshoz. Az bátorság kell, hogy kiálljon valaki több 10 000 ember elé egy ilyen kis videóval, és felelősséget vállaljon azért, amit mond. És az ugye, kapja innen-onnan a támadásokat. És ez egy megmérettetés is, nagyon fontos, mert
tulajdonképpen az ige, tehát kezdetben vala az ige, a hang, a szó, mondhatjuk, hogy a mantra, az aum. Ugye? Ennek ugye vannak a fel hangjai, tehát aum. Különböző rezonanciákon ugye megvalósul az élet, maga a teremtés, ugye, tehát az nagyon fontos. És ilyenkor sok társam van, barátom, tanító, guru, táltos, mágus, jógi barátom, aki ugyanígy beszámol arról, hogy akkor, amikor megnyilvánul, megnyilvánulás nélkül ugye nincs élet, meg kell, hogy nyilvánuljon, és akkor jön az ige, tehát lejön, vagy hát kijön a torok csakrán. Lehet vicces, nevetséges, de önmagában az embernek ez nagyon fontos, a megnyilvánulás. Hát rengeteg ember küszködik azzal, hogy szeretne, de nem tud. Nem tudja elmondani, ő inkább hallgat másokat. Ez egy fejlődési ciklus, és lehet, hogy ő a bölcs, és nagyon sok ember van, akit feleslegesen támadnak, akinek meg szüksége van arra, hogy megnyilvánuljon. Vagy megnézik, vagy nem vesznek róla tudomást, ugye? Tehát a jógánál tartottam, 30 éve jógázom ebben az életemben, beszélek róla a magam módján, nincs két egyforma jógával foglalkozó személy, jógi. A tapasztalataimat mondom el, amit megtanultam az életem során, amit a könyvekből, gyakorlataimban, a meditációmban is, a mesteremtől, Krik Józseftől is megtanultam. És ez nem ugyanolyan, mint amikor valaki elvégez egy gyors talpaló hétvégi jóga, nem tudom mit, beavatót, és már hétfőn írja a könyvet a jógáról. Tehát annak különböző minőségek, vagy szintek. És ugye van sokkal komolyabb, sokkal bölcsebb, és van kevésbé bölcs, és ez nem rossz, és nem jó, és nem kifejezetten gondolnám azt, hogy csak buta lehet az a valaki, aki megvalósítja magát, ez most nagy divat, TikTok, vagy bármi, és akkor azt mondják, hogy hú, ez egy prostituált, mert gyűjti a pénzt, és semmit nem csinál, és csak beszél, ez hülyeség. Hát ugyanígy lehet a benzinkutas is akkor prostituált, bocsánat, elnézést, de a tanár is, meg a doktor is, meg mindenki. Tehát mindenki, aki pénzt keres, az most miért pénzt akar keresni azzal, hogy mondjuk megszólal a TikTokon, én nem, de más igen. Ugye letöröltem a TikTok csatornámat, az elmúlt adásomban erről beszámoltam, de ugyanakkor itt okoskodok, mondhatja bárki. De hát okoskodik a köztársasági elnök, meg a miniszterelnök, meg a polgármester, meg mondhatjuk, hogy okoskodik a rendőr, meg a behajtó, meg a végrehajtó, meg a bíró, meg az ügyész, meg minden. Akkor tulajdonképpen akkor senkinek nem kellene csinálni semmit, mert ha mindenki rossz, meg buta, meg prostituált, meg csak azért, meg csak ezért, tehát nem. Tehát ezen túl kell lépnünk, teremtenünk kell, kötelező, megnyilvánulni kell, Budda is ezt tanította, erre jött rá, mert már majdnem ilyen halt, a megvilágosodást kereste, a szenvedésnek a megszüntetését, és rájött, hogy ez nem megoldás. Krisna is erre tanít, tehát hogy nem megoldás, a nem cselekvés, tehát cselekedni kell, meg kell találni azt a mesdjét, ahol már nem empata, de még nem pszichopata. Jó ló. Jó lóra tett. Jól dönt. Érdekli az embereket. Kell. Szükség van rá.
Ebben történt most az elmúlt napokban egy óriás vita. Ugye betámadtak engem, és mindenféle harc és háború nélkül a harcművészeti módszerekkel, nem akarom most a reklámot mondani, és neveket sem mondok, segítettem neki az ütés erejét, ugye nem bántottam, nem tockos nem adtam, hanem hagytam, hogy saját maga jöjjön rá, hogy nem helyes a cselekedet. Kellett, hogy legyen benne egy egészséges egó részemről, de ahogy a visszajelzésekből hallottam, jól csináltam, mert ezzel segítek neki. Tehát ezzel elgondolkodásra tudom sarkalni azt a valakit, és ha kell, akkor én, mivel le is vettem ezeket az anyagokat, vagy ezt a kritikus hangvételi videót, úgy gondolom, hogy megfelelően le lett igazítva az a valaki, akinek erre most szüksége volt. És nem hadakozok, és nem csapkodom, hanem tessék, akkor gyere! Hát hoppá! Jó! Ez egy varázslás. Ezt meg kell tanulni, rosszul is csináltam százszor, tudok bocsánatot kérni, most legutóbb is bocsánatot kértem nyilvánosan is egy embertől, akit elhamarkodottan megsértettem azzal, hogy helytelenül cselekedett, rájöttem, hogy beszéltem vele telefonon egy órát, és barátságot kötöttünk, nem mondom direkt a nevét, nem hatalmazott fel rá, de képes vagyok arra, hogy bocsánatot kérek akkor, hogyha én magam itt a jóga szőnyegen, az én belső szobámban meggyőződöm arról, hogy helytelen volt, vagy elég ennyi. Bocsánatot is tudni kell kérni, és ha már ezzel kezdtem, és akkor ezzel is fejezem, vagy ezzel is vezetem le, az empata sem jó, és a narcista, vagy a narcisztikus sem rossz. Az empata is lehet gazember, és a narcisztikus is lehet nagy tanító, és nagy segítséget adhat. Páros együtthatás, amivel kezdtem, a poláris, az együttműködő, a egymás kiegészítő, az örök körforgás, kiáradás, befogadás szellemében való társkapcsolat, baráti kapcsolat, közösségi tevékenység. Ez kell, hogy vezérelje az embereket. Röviden, hát ennyi. Mutatok most önöknek egy imát. Nagyon remélem, hogy nem fog megharagudni. Kedves egykori, mondhatom, hogy mesterem, egy olasz hölgy, ízig-vérig észak-olasz testvérem, Valli, aki egy olyan imát tanított nekem, mutatott nekem, melyet most be fogok játszani, és nagyon-nagyon, és egy magyar tolmács testvér hölgy, aki egyébként olasz, de magyarul tanult meg, Gaja, ő fordította is, ezt elküldték nekem, ezt eddig féltve őrzött kincsem volt ez az ima. Nagyon érdekes ez a io sono, én vagyok, én csak imának nevezem, és értsék meg ebből, akiknek értése van rá, hogy az ember teremt, tehát teremtő lények vagyunk. Ha olykor úgy tűnik, hogy hibáztunk, vagy úgy tűnik, hogy igazságtalan volt a cselekedetünk, akkor mindenki először magában próbálja megérteni, hogy ő számára miért volt ez annyira, ez a úgynevezett romboló minőség, miért tűnt romboló minőségnek. A legalapvetőbb dolog ugye a teremtésben, ha csak a vizet nézzük, nagyon fontos, az áramlást, a víz elemet, hogy a romboló és az építő minőség, tehát a szél megint a levegő minőségnél is, ugye hát nélküle nem lenne élet, egyik nélkül sem, a víz is, ugye megárad, kiárad,
óriás erőkről beszélünk, olykor, és közben pedig maga az élet, hát a víz, tehát a legfontosabb, tehát erről is most lesznek majd, ha élek, előadásaim, beszélgetéseim gyógynövényekről, a víz nagyon fontos, a víz a gyógyításban, a víz szerepe. De ugyanakkor mondhatjuk azt, hogy a napfény, a tűz, a hő elem is nélkülözhetetlen, de olykor pusztító, és ugyanúgy a föld minőség is, hát gondoljunk a földrengésekre, csuszamlásokra, van belőle bőven, polárváltás, stb. Földrengésnél ugye akkor a több százezer ember akár elpusztul, de ugyanakkor ő az éltető minőség, amin a mag, a fény, a hő, a víz és a levegő, a szél segítségével a földből ugye kihajt. Egyik sem rossz, nincs az istenségben rossz, nagyon fontos, óriás viták vannak ezen is. Nagyon sokan mostanában ezen agyalnak, és igyekeznek belém folytani sokan a szót, amikor azt mondom, hogy a sátáni minőség, még ha beszélek is róla, az nem része a teremtő minőségnek, nem része az istenségnek, nem, ez egy butaság, tévedés. Hát olvassanak utána azok, akik úgy gondolják, és vitatkoznak is. Csináljanak filmet, bizonyítsák be, nem létezik a négy elem, melyből létrejön az ötödik elem, a szer elem, a fa elem, az élet, az nem tartalmaz, mondhatjuk azt, hogy se jót, se rosszat. Az van, az együtt a négy elemi szinten, ugye a középen az öt, az nem rossz. Ott nincs benne a sátán, a gonosz, a pokol, a lehetősége megvan, a dolognak, de ebben ez butaság, ezt felejtse el mindenki. Ebbe fog belebukni egyébként a teljes sátánista bagázsa, amely a jelenleg próbálja még a Földön, az emberi társadalomban kifejteni. Az utolsó leheletig próbálkozik, erről rengeteget beszéltem már, most nem fogom újra, és nem fúzom az időt vele. Tehát nagyon fontos, teremtünk, olykor tévedünk, olykor visszavonulunk, olykor kiáradunk, befogadunk, olykor kussolunk, csömbbe vagyunk, figyelünk, tanulunk, olykor tanítunk, olykor mint egy gyermeket is, hogy nevelem, tanítom, és szeretem. Szeretem a vitapartnereket is, szeretem. Én most megsajnáltam például a Zuckerberg urat, akiről megcsináltam a legutóbbi szinkront, és privátá tettem. Megsajnáltam. Megtehetem? Megtehetem. Nem a dolgom. Ez az ő dolga. Hogy ő miért vállal a felelősséget, és hogy most kihallgatják, vagy megbüntetik, vagy megszüntetik. Nem érdekel. Én elvégeztem a dolgomat. Szeretettel azt mondom, hogy elengedem. Tehát az elengedés, arról megint órákat lehetne beszélni. Hát röviden, igyekeztem röviden, ugye a jógázás közben, csak ugye az inget vettem fel, mert egy trikóban voltam, meg egy gatyában, azért mégis illendő. Ezt eszembe jutott, hogy erről beszéljek önöknek, meséljek önöknek, és akkor ezzel az imával, egy kis zenével levezetem a mostani adásomat. Köszönöm, hogy meghallgattak, jó egészséget kívánok mindenkinek. Io sono, én vagyok. Io sono. Én vagyok. Io sono. Én vagyok. Io sono l'uno. Én vagyok az egy. Io sono il tutto. Én vagyok a minden. Io sono il cielo. Én vagyok az ég és a föld. Io genero yin e yang. Én szülök yin és yangot. Io li unisco. Én egyesítem őket. Creando tutte le cose. Létrehozva az összes dolgokat.
e distruggendo tutte le cose. És kipusztítva az összes dolgokat. E nuovamente le ricreo. És újra létrehozom őket. E nuovamente le distruggo. És újra kipusztítom őket. Io sono eterno. Én örök vagyok. Io sono universale. Én univerzális vagyok. E tuttavia, de mégis il nulla. Én vagyok a semmi.